Üdv, itt a hegyen, völgyön kaland. Én pedig Gábor vagyok, ő meg itt Pedro kutya. És a mostani videóban a tűzgyújtásról szeretnék majd beszélni, pontosabban pedig a tűzgyújtós kis táskámat szeretném majd nektek bemutatni. Ez egy kis dekatlanos szervező, amit megtömtem minden jóval, ami a tűzgyújtáshoz szükséges lehet, meg biztos van benne olyan is, ami nem feltétlenül szükséges. Ezt fogom most nektek bemutatni, tartsatok velem! Kezdjünk is akkor bele a kibontásába. Na hát itt egyből több dolog is feltűnik, kezdem innen az elejéből. Itt van a mindenki által jól ismert Light My Fire szikravető, ami elég ismert. Sokan szeretik, sokan nem. Ez egy rövid úton indítható szikravető. 3000 fokos szikrát ad, és hát elég jól lehet vele száraz élesztékeket meggyújtani. Jön is rögtön a nagy vitákat kiváltó kis OB tampon. Szemléltetem azt, hogy mi az a dolog, ami miatt ezt sokan szeretik. Hát a kibontásban nem vagyok egy profi, ugyanis nem nagyon használtam még ilyet élesben, de azt hiszem, hogy rájöttem, és elég egyszerű. És most csak a lényeget akarom mutatni, hogy hogyan lehet egy ilyet élesztéknek használni. Ez tömör gyapot, amit késsel könnyebben fog menni, de így gyönyörűen szét lehet szálasra szedni, és nagyon jó gyullad. Szerintem elég jól szemléltette a dolgot, hogy mit tud a tampon tűzgyújtás terén. Következő ajakápoló balzsamos fiolából csinált gyufás katuja, amiben benne vannak a gyufák és a kivágott dörzslap. Picsubá segített nekem múltkor, hogy ezt szerencsésebb külön tárolni, mert véletlen dörzsölődéstől begyulladhat. Hát, ha így rendesen rá van rakva, ez nem nagyon fog véletlen dörzsölődni, de hát így van, az ördög nem alszik. Itt még van egy másik fajta szikravetőhöz való kaparó, hogyha véletlen kellene bármire is. Következő pont a nyírfakéreg. Ezt is meg fogom mutatni, hogy működik, de ez az egyik legjobb fajta éleszték. Magas növényi olajtartalma van neki, és nedvesen is elég jól ég, szárazon viszont patika, hogy gyullad, egyszerűen tökéletes, az egyik kedvenc élesztékem a nyírfakéreg. A Garbernek a hátsó törővége elég jó kaparóélt tartalmaz. Van nekem egy nyírfal előhelyem, ott ezt én meg szoktam szedni, illetve egyszer szedtem, szerintem évekre elég lesz. Ez egy kidőlt nyírfa, amit meg lehántoltam egy darabon, és onnan van ez a nyírfakéreg. Itt van még egy száraz, ez már mesterséges éleszték. Ez egy ilyen dobozban kapható, nagy áruházakban ilyen gyantával átitatott fa forgácsszerűség. Eléggé morzsálódik így magába, hogyha nem rakjuk bele valamibe, ezért raktam bele a tapintózáras zacsiba. Ez is nagyon jó gyullad, ez csak biztonságnak van. Következő dolog, egy hobókályhához való teleszkópikus
tűzfúró, amit nagyon kedvelek, nagyon szeretek. AliExpress-es vásárlás. Remekül lehet vele irányba fújni a levegőt, hogy a tüzet felilleszik vele. Itt megint egy kis gyufaokosság vízállóra csinált, meg preparált gyufás doboz gyakorlatilag. Semmi különös. Egy gázos öngyújtó. És hát itt van egy kis Victorinox bicska, amit most nem fogok részletezni, de kaparó éle is van neki, meg egy csomó okos dolog van benne, például a fogpiszkáló és a csipesz, ami nem feltétlen szervesen kapcsolódik a tűzgyújtáshoz, viszont remekül használható adott esetben. Hát ennyi volt a tűzgyújtó táskám, ez körülbelül majdnem mindig ott van velem, hogyha kirándulni megyek, vagy olyan kirándulásra, ami nem kimondottan a túráról szól, hanem ottalvós, esti, kempingezős kis rendezvény, ahol jó, hogyha bármilyen körülmények között tüzet tudok gyújtani. A tűzgyújtással kapcsolatban nagyon fontos dolgokat szeretnék még megemlíteni. Eltérő vélemények száguldoznak a Facebook csoportokban és a YouTube-on azzal kapcsolatban, hogy mikor és hol és milyen körülmények között lehet. Leginkább van egy nagyon jó térkép alkalmazás erre, ez a NABIC-nek a tűzgyújtási tilalom térképe. Ezt így meg lehet találni a neten egyszerűen rákeresve. Ez napi frissítésben tartalmazza megyénként az ország tűzgyújtási tilalom térképét. Azok a megyék, amelyekben nincs tilalom, ott fehérre van jelölve, amelyikben pedig van ott értelemszerűen pirossal. Bács-Kiskun megye az elég sokszor szerepel a nyári időszakban a pirosban, de van olyan, hogy az egész ország is pirosban szerepel. Erről tudni kell, hogy amikor tűzgyújtási tilalom van, akkor a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. Ezen kívül vannak még olyan helyek, ahol egyébként semmikor sem szabad tüzet rakni. Tehát természetvédelmi területeknek a különböző besorolású részei, nemzeti parkok, fokozottan védett területek. Itt, hogyha nincs tűzgyújtási tilalom, akkor sem szabad tüzet gyújtani. A kijelölt tűzrakóhelyek azok nyilván csak olyan helyeken vannak, ahol egyébként szabad, de ott is csak akkor, hogyha nincsen tűzgyújtási tilalom. Nagyon fontos az oltóanyagnak a jelenléte. Ugye a vizet azt nem feltétlenül szeretjük erre pazarolni túrán, kiránduláson. Ezért a föld, homok, föld, tehát megszórjuk, betemetjük, és nagyon vigyázva rá, hogy ez már kihűlt parázs legyen, mert a föld alatt is találhat magának olyan növényi részeket, amiben meg tud indulni, egy parázsló részecske, és hogyha például ez egy nagyon száraz fenyőerdőben van, akkor ott baj tud okozni. Nagyon száraz fenyőerdőben egyébként sem gyújtunk tüzet. Ott nem is jellemző, hogy tűzrakóhely lenne. Szóval a tüzet sose hagyjuk magára. Mindig oltjuk el, amikor elmegyünk, és győződjünk meg róla, hogy már nincsenek benne parázsló részek. Itt érdemes megjegyezni még a hobókályhás témákat. Ugye, amennyire én tudom, úgy rendelkezik a jogalkotó, úgy szól a törvény, hogy zárt tűzterű tüzelőberendezésben lehet tüzet gyújtani, ami megfelelő szikra a fogóval van ellátva. Erről is eltérő vélemények keringenek. Nem mondom, hogy higgyétek el nekem, de a dolog úgy működik, hogy a hobókályha se nem zárt tűzterű, se pedig nincsen ellátva megfelelő szikrafogóval. A zárt tűztér az azt jelenti, hogy egy olyan tüzelőberendezés, mint egy rendes kályha, aminek van teteje, kémény csatlakozás áll ki belőle, kémény van ráhúzva, és a kémény tetején van egy szikrafogó, na ez használható lenne abban a helyzetben is, amiről a törvény rendelkezik, de
ez megint nem az a dolog, amiről a hobókályha szól. Szóval hobókályhával sem szabad tüzet gyújtani tűzgyújtási tilalom idején. Tudomásom szerint az egyedüli eszköz, amivel tüzet gyújthatunk, amiben láng lehet a közelünkben a tűzgyújtási tilalom idején is, az a gázfőző. Ennek vannak értelemszerű okai. A gáz az ugye egy légnemű állapotú éghető anyag, nem csapkodnak belőle szikrák ki, nem tud odébb menni egy szikra, ami felgyújtja a növényzetet, és vélemény szerint ezért így találták ezt ki. Ha én jól értelmeztem ezt az egészet, akkor egyedül a gázfőző használható ilyen helyzetben ételmelegítésre nyilván. Egyéb esetben pedig mellőznünk kell a tűz jótékony hatásait. És ezt az a jó, ha be is tartjuk, mert nagyon sérülékenyek az erdeink. Hosszú távú kutatások alapján olvasgattam ezügyben egy-két ilyen tanulmányt. Úgy néz ki a helyzet, hogy a Kárpát-medence kiszáradás alatt van sajnos. Amiről én olvastam, az úgy nézett ki ez a hosszú távú felmérés, hogy ahol most bükkösök vannak, azoknak a helyét ezek a mostani cserestölgyesek fogják átvenni körülbelül 50 év távlatában. Mostani cserestölgyesek helyét, amik ugye a szárazabb déli lejtőkön vannak mostanában a hegyekben, azokat pedig a mostani ilyen pusztai társulások, ezek a, hát ahol én is vagyok, bár itt vannak nagy tölgyek, de az akácra gondolok, ugye a gyomfaként ismert ecetfára. És higgyétek el, hogy ez fontosabb, mint az, hogy adott esetben mi most bámulhassuk a tüzet, vagy melegedhessünk a tűz melegénél. Hát ennyit a tűzgyújtásról nagy vonalakban. Örülök, hogyha ezt meghallgattátok, és hogy megnéztétek a videómat. Köszönöm szépen! Üdvözlünk mindenkit, mi itt Pedro kutyával. Szép napot nektek! Ez volt a Hegyenvölgyön kaland. Sziasztok!